2023 jelentős változást hozott a magyar egészségügyben. Az egyik legfontosabb, hogy a házi orvosi körzethatárok kijelölésének joga az önkormányzatoktól átkerült az országos kórházi főigazgatósághoz. Egy felnőtteket ellátó praxis csak akkor működhet, a körzetében legalább 1200 fő él. Változik az orvosi ügyeleti rendszer is, ma már Budapest kivételével este 10 óra után az országos mentőszolgálat látja majd el körzetenként a házi orvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet. És erről a témáról beszélgettek vendégemmel, Békesi Szabolcsal, országos házi orvosi kollégális vezetővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Beszélgettünk korábban itt a stúdióban, amikor még terv volt ez az átalakítás. Zökkenőmentes volt az átalakulás, vannak kritikák, hogy látja, mennyire működőképes ez a rendszer? A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében, amit ugye az országgyűlés december elején elfogadott, ez az átállás ez fokozatos lesz, azaz a miniszter egy közleményben fogja hónapról hónapra kijelölni azokat a megyéket, ahol a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül az országos mentőszolgálat fogja az önkormányzatoktól átvenni ezt a jelenleg önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatot, úgyhogy a fokozatosság elve mentén fog ez a rendszer majd felelni, amikor az adott feltételek a megyékben rendelkezésre. És ez mennyi idő, hogy ez a lehetőség az rendelkezésre áll. Ugye Hajdú-Bihar megyében egy folyamatos állapotnak leszünk a követői, hiszen ott egy modellprogram zajlott az elmúlt hónapokban, így ott az átállás folyamatos lesz, és ezt követően várhatóan március elején Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében és Győr-Moson-Sopron megyében találkozhatunk. És milyenek az első visszajelzések, ha már Hajdú-Bihar megyéről, Vármegyéről beszéltünk? Az első visszajelzéseket majd januárban fogjuk megkapni, hiszen az új struktúra az tulajdonképpen január végén fog Hajdú-Bihar megyében elindulni. Hajdú-Bihar megyében fogjuk először megtapasztalni azt, hogy este 10 órát követően az országos mentőszolgálat dolgozói fogják biztosítani az ellátást, és a 4 órától 10 óráig terjedő időszakban lesz jelen az orvosi kompetencia a járás székhelyeken. Háziorvosok hogy vélekednek, akikkel mondjuk ön beszél, háziorvosokkal, hogy vélekednek erről a tervről? Háziorvosokat egyelőre még bizonytalansággal tölti el ez a helyzet, ugyanakkor folyamatosak a szakmai egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy a humán erőforrás az megfelelő legyen biztosítva ebben a 4 órától 10 óráig tartó időszakban, hiszen Takács államtitkár úr is egyértelműsítette, hogy azon idős kollégáknak a helyettesítését, akik ebben a rendszerben nem tudnak részt venni, meg kell teremteni ennek a feltételeit, hogy az ő helyettesítésük az megoldott legyen. És a háziorvosi praxisok átalakítása az mennyire zökkenőmentes, hiszen ott is nagyon sok kritika fogalmazódott meg, és ugyanígy a háziorvosok is kétségek között voltak, hogy ez a mindennapi életben, a mindennapi praxis életben hogyan fog működni. Ez is egy folyamatos átalakulásnak lesz a része. A háziorvosi praxisok körzethatárainak az átalakításával kapcsolatos kérdéskör főként a tartósan betöltetlen körzetek helyzetének a rendezése kapcsán nagyon fontos szempont, hiszen azt látjuk, hogy a jelenleg közel 700 tartósan betöltetlen körzetnek a nagy része az nem méretgazdaságos. Azaz ezekben a körzetekben elnéptelenedéssel kellett számolni, és tulajdonképpen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által ezek a körzetek nem finanszírozhatóak, ezek a körzetek nem üzemeltethetőek optimálisan. Így ezekben a körzetekben meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy egy-egy körzetnek az összevonására kell sort keríteni, hiszen itt jelenleg is zajlik orvosi ellátás, csak helyettesítés útján biztosítják a szolgáltatást. És mondjuk olyan nem fordulhat elő, vagy gondolom az a cél, hogy ne forduljon elő az, hogy mondjuk egy beteg ellátatlan marad, pontosan azért, mert az összevonások, vagy ez a praxis határok kijelölése során valaki kiesne az ellátási rendszerbe. A fő cél az, hogy minden praxisnak legyen egy olyan gazdája, aki felelős az adott területnek az ellátásáért. Ugye jelenleg is ezekben a körzetekben a helyettesítés az biztosított, de sokkal komfortosabb a betegnek és az orvosnak is, hogyha az adott pácienskör az a saját praxisát gyarapítja. Ja, a háziorvosokra nagyon sokszor beszélgettünk erről, mekkora terhet rótt a Covid és most az influenza járvány is. Azért az látszik pontosan, hogy a Covid sem múlt el, sőt egyre erősebb, az Omikron variáns rendkívül erősen fertőz, és az influenza is nagyon erősen megjelent. Itt milyen visszajelzéseket kapott a kollégáktól?
A járvánnyal kapcsolatos helyzetet illetően nem tudok túl jó hírekkel beszámolni a kedves nézőknek, hiszen egyértelműen az a visszajelzés érkezett a praxisokból január első hetét, illetően, hogy robbanásszerű volt a karácsonyi ünnepeket követően a légúti megbetegedések előfordulásának a gyakorisága. Ugye az influenza figyelő szolgálat adatai is egy növekvő tendenciát mutatnak. Nagyon-nagyon sok az influenza-szerű megbetegedéssel háziorvoshoz forduló betegeknek a száma, és sajnos nagyon sok a koronavírus fertőzött is közöttük, és mindemellett pedig egy nagyon-nagyon intenzív influenza járvánnyal is számolunk az idei évben. Ezek a covidos betegek, akik mondjuk akár, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy influenza vagy covid, ők jellemzően mennyire sűrűn kerülnek, vagy milyen nagy számban kerülnek kórházba? Bírja-e még az ellátórendszer? Azt kell tudni a nemzetközi hírekből, hogy az Omikron variánsnak egy új alvariánsa, az úgynevezett XBB 1.5-re nevezett alvariáns az, ami egyre erőteljesebb terjedést mutat Amerikában és most már Európában is. Az Egyesült Államokban a megbetegedéseknek már több mint a 40%-át okozza ez az új alvariáns, és azt kell erről tudni, hogy még az Omikron variánsnál is 5-ször gyorsabban terjed, tehát rendkívül nagy a fertőző képessége. Jelenleg még a klinikus szakma a járványügyi szakembereknek a véleményét figyeli árgus szemekkel, hiszen még nincs megfelelő adat arról, hogy ez az alvariáns milyen súlyos lefolyású megbetegedést okoz. Azt viszont tapasztaljuk, hogy a tünetek azok talán egy picit markánsabbak, tehát oda kell rá figyelni, és a védőoltások felvételét azt nem elég gyakran hangsúlyozni. És itt az influenzelleni védőoltásra is gondol? Természetesen. Az influenzelleni védőoltások felvétele sem késő még, hiszen ezek még rendelkezésre állnak a háziorvosi praxisokban, és azért várhatóan egy 2-3 hónapig elhúzódó járvánnyal kell számolnunk az influenza kapcsán. És a Covid-ra egy gondolat erejéig visszatérve, ugye Kínából nagyon aggasztó hírek érkeznek, és azért az látszik, hogy ott ugyan ráengedték, most lehet így fogalmazni, ráengedték a vírust a lakosságra, viszont elképesztő mennyiségű megbetegedést produkált. Várható az, hogy akkor Kínából ismét elindul egy olyan hullám, ami ellen nagyon nehezen tudna védekezni Európa? Egy mai WHO publikáció szerint a WHO szakemberei tulajdonképpen már Kínában vannak, és figyelik azt, hogy mely alvariánsok okozzák a kínai járványgócot. Feltehetően ott is az Omikron az új alvariánsa okozza a megbetegedéseknek a döntő többségét, és tényleg mindenki árgus szemekkel figyeli az epidemiológusok és a járványügyi szakembereknek a munkáját. Ez számunkra, klinikus gyakorló orvosok számára is rendkívül nagy jelentőséggel fog bírni, hogy ez az új alvariáns milyen típusú megbetegedést okoz. És itt mondjuk a házi orvosok hogyan tudnak védekezni, mondjuk ha valaki még koronavírus elleni védőoltást akar, influenza elleni védőoltást akar, ezt a házi orvosi rendszer hogyan fogja bírni, hogyha megindul ez az áradat, mert várhatóan megindul majd? Hát egyrésztről ezek az oltóanyagok továbbra is rendelkezésre állnak még az oltópontokon is, illetve hát sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, hogy ez most nem jelentkezik teherként, hiszen elenyésző azon betegek száma, akik ezeket a védőoltásokat jelenleg kérik, hiszen... A koronavírus elleni védőoltást? A koronavírus elleni védőoltást is, és sajnos az influenza elleni védőoltást is, azok az egészségtudatos betegek, akik egészségtudatosan készültek a járványos időszakra, ők már felvették ezeket az oltóanyagokat, és így jellemzően a januári-február hónapokban nagyon elenyésző azon betegek száma, akik kérik ezeket a oltásokat, holott nagyon fontos lenne, hiszen tényleg az a tapasztalat január első hetéből, hogy nagyon-nagyon intenzíven zajlik most ez a járvány. És akkor mondjuk a negyedik oltás kérdése, azt kinek javasolja? Negyedik oltást mindenféleképpen javasoljuk azoknak, akiknek az emlékeztető oltása óta már nagyon sok idő telt el, illetve természetesen azoknak, akik krónikus megbetegedésben szenvednek, 60 év felettiek, ők továbbra is potenciális életveszélynek vannak kitéve, mind a koronavírus fertőzés, mind az influenza fertőzés szempontjából egyaránt. És egyébként, ahogy említette, tehát rendelkezésre állnak ezek az oltóanyagok, el tudnak menni, az emberek tudják kérni? Rendelkezésre állnak az oltóanyagok, viszont azt kérem minden is a kedves betegektől, hogy lehetőség szerint időpontra érkezzenek továbbra is a rendelőkbe, hiszen hetente több mint 1 millió beteg ellátására kerül sor a háziorvosi praxisokban. Ezen betegeknek a döntő többsége légúti tünetekkel rendelkezik, nem szerencsés, hogyha a váróban fertőzzük össze egymást. Békesi Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.